Kedves vendégeim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Dombrádi térsége Kossuth Egylet szervezésében megrendezett szilveszteri bálunkon. Tisztelettel köszöntöm Kozmáni Kassa Veronika polgármesterasszony, egyletünk tiszteletbeli elnökét és kedves férjét. Köszöntöm az egylet tagjait, családtagjaikkal együtt, a baráti társaságukat és a szomszéd településekről érkezett vendégeinket. Civil szervezetünk második alkalommal rendez szilveszteri bált, és nagy öröm számomra, hogy ilyen szép számban vesznek részt a mai estén. A Dombrádi térsége Kossuth Egylet egész évben igyekszik kivenni a részét minden közösségi rendezvény szervezésében, ezáltal fontos szerepet tölt be a helyi kulturális életben. A hagyományőrzésen túl, mely az egylet alapvető célja, a közösségépítés is kiemelt szerepet kap tevékenységünkben. Úgy gondolom, hogy a mai este is egy remek alkalom arra, hogy egy rövid időre kilépve a hétköznapokból, egy örömteljes estét töltsünk együtt szeretteinkkel, barátainkkal, találkozzunk közeli, távoli ismerősökkel, és új ismeretségeket kössünk. Kívánom, hogy jó hangulatban búcsúztassuk az új évet, és örömmel lépjünk át az új esztendő küszöbén, hiszen ehhez minden feltétel adott a mai estén. A talpalávalót Kozma Gergő húzza, a finom étkeket a kicsi konyha készítette. Az előtérben kávé, ásványvíz található, szolgálják ki magukat. A vacsorát követően tombola árusítására kerül sor, a tombola ára 200 forint. Berencsi Zoltánné Valikánál és Gombos Balázsné Klárika néninél van lehetőség tombola vásárlására. Ajánlom mindenki figyelmébe a tombola jegyeket, hiszen sok hasznos és értékes nyeremény kerül kisorsolásra, úgy mint háztartási gépek, ajándékutalványok, és a tavalyi évhez hasonlóan lesz meglepetés sorsolás is. Tisztelettel kérek minden dohányzó vendéget, hogy a kijelölt helyen, a hátsó bejárat előtti térben dohányozzanak. Köszönetet mondok az egylet tagjainak, továbbá mindazoknak, akik egyletünk munkáját segítették a mai est szervezésében, előkészítő munkálataiban. Megköszönöm Dombrád város önkormányzatának, hogy a civil szervezet rendelkezésére bocsátotta a művelődési házat. Köszönet illeti minden támogatónkat, akik tombola felajánlásaikkal járultak hozzá a rendezvényhez. A Kossuth Egylet tagjai lelkesen készültek, hogy még színesebbé tegyék a mai estét. Kérem, fogadják szeretettel műsorukat. Mostohának három lánya, kettő Sánta, egy meg Káva. Éjjel-nappal őt piszkálták, nem volt neki nyugodt perce, csak mikor az epret szedte. Ágya sem volt, más csak hamu. Higgyétek el, ez nem kamu. Neve nem más, mi is lehetne, ő a szegény hamupipőke. Róla írtuk ezt a mesét, hogy elnyerjük a vendégek kegyét. Aj, Kiki kukorékol már a kakas. Hajnal akar lenni. Jaj, de szépet álmodtam. Már pihenni nem tudtam. Tegnap sokat dolgoztam, több száz szoknyát.
kenyerem. Jobb sorsról álmodok, egész nap csak dalolok. Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem, mert a nézését meg a járását, csípőjétek a ringását. Száz aranyét nem adnám, száz aranyét sem adnám. Az én babám, Fabu legszebb lánya. Rutoshassák a lábam szárát. Udvarmester! Udvarmester! Áhórája! Öltöztet a palotát pompába. Szükségünk lesz az udvar legfinomabb borára. Még ma este hetet hét országra szólok, bár rendezünk, vigye küldönc a meghívókat gyorsan házról házra, és adját a szülőknek, kinek van szűz leánya. De tudod, hol kerest? Az óvodában.
én inkább házékre befizetek, Jóska. Levelet hozott a posta, Jóska, az én a nem szeret. Jaj, mi ez a furcsa hang, meg ajtónkon dobog? Vagy te csak a mostohám az ki a pálinkát egész nap rotyog. Biztosan egy herceg keres fehér lovon. Csak elfelejtett felhívni az a telefonom. Nem is téged keres, hanem engem. Hiszen én vagyok az, aki tökéletes. Nem. Talán a postás hozta a számlát, aminek én tegnap este elittam az árát. Az az 50 liter meg is látszik. Jaj, itt a mennyi. Isten hozta önök a barátaim. Levelet hoztak, jól látom. Itt a posta, anya. Jaj, de hát mi csinos legény. Ha nem lenne már is rögtön az enyém. Ja. Hölgyös üzeneteteket, küldetetek, kiírás, mi minden hajadadadadadad, vára, szombatet. Add már. Bálj ide. Szüzek, gyertek sorba állni. Mondom sorba. Ma este ki akar a királyfival hálni? Siessetek látva a bárbár közelek. Aki kimarad, annak nem lesznek közelek. Megvédtek minket a buliba. Nyugodjatok már le. Add már, ide majd én elolvasom. Szeretettel várnak minket a buliba, ahova csak a lányok érhetnek a buliba. És hogy tévedés ne essék, a faszikat otthon lefektessék. Te ne készülj, mert olyan csúnya vagy, hogy anyád borítjával etetett, mikor megszülettél. Nehogy már magad jegyek ki a mézes bödön. Akkor nyaljátok ki ti. Te meg olyan büdös vagy, hogy mikor kereszteltünk, a lapáttal kellett a szentelküz alá tolni. Téged még oda sem bírtak rátenni. Most már elég, iparkodjunk, ne habozzunk, a palotába falatozzunk, ne mindig karamba bomba. Jaj, meg vagyok maradóra! Hol a ruhám? Hol a prém? Hol a puder? Hol a prém? De eltűnt végre innen ez a négy paraszt. De ezek olyan parasztok, hogy még a bókba is a szalonnásra kitott kérik. A másik meg olyan paraszt, hogy azt mondta neki a fogorvos, ha vett ki a kaponyelet a szádból, azt nem fog fájni. Menj dolgokra, nem mondom kétszer. Vállád a konyhon meg a fészer. Amíg mindig oda legyünk, teremtsük rendet, és vitt kéne lesz a mosolyékos medve. Jaj, vigyenek engem is. Apám, szépen kérem. Hisz feladataim hamarosan készen. Na most már elég. Ütlek, borulsz, rúglak, fekszel, nem többet nem kötekszel. Jaj, papuska. Még te is. Hoztam egy kis munkát, ne jártasd a szádat. Árpával, lencsével töltöttem-e tálat. Ha ezt szétválogatod külön-külön szádat, ígérem, velük jöhetsz a bálba. Ó, én szerencsétlen, én szegény. A számomra már nincs is semmi remény. Ha itt a borzékból sehova se halad. Bála, bála, mégis ugasson ott. Hajam sűrű, akár a fátom. Szép. Az írtól, meg a korpától. Kisminkeltem a szemem éppen, olyan szép lett, hogy a jobban is a balt néz. Máskor is azt csinálok. Nem állj? Az a valami tőle.
össze, minket barátok közre. Bánatában a drága lány ivott egy kis pálinkát. Vízipipáját is elővéve, nagyokat szippantott ő belőle. Jaj, mi sanyarú a sorsok! Hát miért bántanak engem folyton? Nem lehettem el a bálba? Rám lencse, meg álpa várna. Nekem semmi sem sikerült. Itthon maradtam, egyedül. Kicsit szomorkás a hangulatom máma. Kicsit belénk száll a boldogtalanság. Kicsit úgy érzem magam, mint a durkás kisgyerek, kinek elvették a játékát. Ne sírj, de szép lányom, teljesítem minden álmod. Tartsd a tálat. Árpád láncsi, ugye csukok összeszedjék. Segítek én varázslattal, nem ördög vagyok, hanem olyan. Hú, ez aztán a szenzáció. De a bába ruhám nem jó. Hát én oda így nem mehetek, hisz ezek az úri népek itt mind kinevetnek. Itt egy ruha, ez is gyémánt. Ez is. De én hazaúd éjféltem. A varázslatnak akkor vége, és el fog veszni fogad fény. Itt a hintó. Már előre. Menjetek is toronyra. Zárkodjatok vele emlékezni. Régen le más volt,
most már előlem félre. Hogy azt a jó szagú tök magu? Hát ne siess úr! Te lábbáltam! Te vagy a legszebb a bálban! Hadd kísérjelek most haza! Ne legyen kapcsolatunk! Lozó! Szégyednem kell! Álmom véges! Ha nem vagyok én erre képes! Jaj! Istenem, a cipőm elvesztettem! Ó, Istenem, hova keressem? Mindjárt éjfél tud az óra! Be kell szállnom a hintóba! Mindjárt éjfél! Hát én is belégestem, hát mint ló a gödörbe.
fényeztem ennyit ebbe a moslékos vödörbe. De van, kire mindig vártam, s akiről az életem lehálja. Jól végződött ez a mese, meglett a királyfi szerelmese. Íme szereplőink hosszú sorban, lazítsattak azon nyomban. Noszajának lába roppan. Kérlek, most már jobban rosszan. Yeah.